Forrás Rádió. Mindig veled. 5 perccel vagyunk 8:30 előtt. Pedzegettem, hogy vendégem érkezik, úgyhogy nem fogok itt egyedül topzódni bent a stúdióban. Nagyon örülök egyébként, hogy meg is érkezett már Herzog Ricsi a stúdióban. Jó reggelt! Sok szeretettel üdvözlöm a kedves hallgatókat. Ricsi, hát mi találkoztunk nem olyan régen, bár akkor na, az a helyzet, hogy ilyenkor a kicsi szívem megdobban, mert hogy a régi nyári emlékek jönnek vissza veled kapcsolatban, fesztiválokon találkoztunk többek között. Meg szerintem nagyon sokak láthattak téged különböző színpadokon, bulikban, házi bulikban. Rengeteg helyen megfordulsz, te egy nagyon különleges hangszerrel teszed mindezt. Valóban így van. Nagyon sok rendezvényen megfordultam, hála Istennek ebben az évben. Hangszeremmel rendezvényeken. Igen, hát a hangszerem a harmonika. Hogyha különlegességek közé kell tenni, akkor számomra a legkülönlegesebb hangszer egyébként az a cimbalom, de valaki számára a harmonika. Nagyon szeretem a hangszeremet, és ahogy korábban említettem, sok helyre el is vittem. És hát azt hozta ez az év, hogy majdnem 2-szer annyi alkalommal sikerült elvinnem ebbe az évben a hangszeremet, mint a korábbi évben. Ennek egyébként nagyon-nagyon örülök, és hát igen, kisebb házik buliktól kezdve egészen a fesztivál fellépésekig sikerült több formációban is megfordulnom. De hogy javarészt egyébként egyedül tartod a frontot, de te zenekarban is zenéltél, vagy zenélsz, van-e aktualitása? Kicsit nézzük meg az előzményeket, jó, hogy te hogy kerültél a hangszer közelébe? Ez az egész történet az úgy indult, 2010-et írunk, ekkor kerültem be egy vértes tónai zenekarba, ami akkor egyébként Freund de Capelle néven futott. Oda került be a Herzog Ricsi, ekkor voltam 12 éves, és aztán ott kezdtem a pályafutásomat, aztán utána mentem egy tarjáni zenekarba, aztán a felsőgalai zenekarban, közben elkezdtem már egyedül zenélni, aztán alakítottunk egy duó együttest a Simofi Geri barátommal, a Patársak együttest, ami egyébként a mai napig is él, ugyanúgy, hogy a Freund de Capelle is, csak ez a zenekart, ez egy új néven működik, Schwabenról néven futunk egyébként jelenleg. Uh-huh. Itt a helyemet átadtam már egy úriembernek, ugyanis az egyedüli zenéléseimnek a sokasága miatt nem tehetem meg, hogy mindig a srácokkal tartok, és az egyedüli zenéléseimet helyeztem előtérbe, de egyébként egy februári szombaton most velük megyek fellépni, mert kicsit nosztalgiázunk, kicsit visszamegyünk, kicsit beszélgetünk, és csinálunk egy kiváló bulit. Jó, az úgy csapattal. Abszolút. De figyelj, Fizimiskában totál nem hasonlítotok, de muszáj, hogy megemlítsem veled kapcsolatban a Nick Cartert. Mert amikor a Backstreet Boys indult, ő is 12 éves volt. Csak szólok, hogy ebből a projektből még bármi lehet. Na? Még akár nemzetközi karrier. Egyébként nemzetköziség, te azért megfordulsz határon kívül is, nem? Abszolút. Csehország, Ausztria, Németország. Ez a három ország, ahol járok legfőképpen egyébként. Ezek közül a legtöbbet Ausztriában, mert hogy ugye játszom ezt az osztrák bajos stílust is, és nagyon-nagyon kedvelik, hogy egy magyar fiú kimegy és megvalósítja ott az ő kérésüket. Igen, mert stílusában leginkább ugye itt a német hagyományok jelennek meg. Na főleg, hogyha zenekarról beszélünk, akkor leginkább a bálok jutnak az emberek eszébe, a sváb hagyományok. Azért ezekben te masszívan benne voltál, benne vagy? Abszolút. Abszolút. Tehát egyébként a legjobban kitöltött időszakom az a szeptember, október, november, amikor a sörfesztiválok és az októberfesztek vannak, tehát ekkor zenélek én a legtöbbet, amellett, hogy mondjuk nyáron is itt ott, ott megforulok, de hogy ez a legtöbb példányszámban eladott műsorszám. Na Ricsi, meghallgatjuk, jó? Mert hogy azért nem üres kézzel érkeztél, tehát hoztál nekünk dalokat, amelyeket te nemrég rögzítettél, mert hogy bevonultatok stúdióba is szépen ezeket meghangszereltétek. Mit lehet tudni ezekről a dalokról, mert hogy itt azért nem csak a sváb hagyományok jelennek meg, hanem bizony olyan régi magyar slágerek is, amelyek az ember fülébe benne vannak, csak egy picit másképp hallják tőled. Nagyon fontos számomra az egyedi előadásmód és az egyedi megvalósítás is. Ez mind hangtechnikában, mind a stúdióban szeretem használni, illetve mind a játékomban is. Egyébként édesapám ennek a legnagyobb ellenzője, hogyha már itt tartunk, ő mindig azt mondja, hogy azt a dalt azt úgy kell eljátszani, ahogy azt a kottában megírták. Szerintem nem. Tehát, hogy az van egy alap, és akkor onnantól el kell mozdulni, attól lesz egyedi egy műfaj, valóban. Tehát például Balázs Fecó dalát is újra élesztettük Godó Zoltán barátommal a Tarjáni stúdióban. Itt élőben vannak feljátszva a hangszerek, tehát én játszottam föl a billentyűs hangszereket, én énekeltem föl, a Godó Zoli barátom trombitázott rajta,
basszusgitározott, nyilván azokat a hangszereket, amiket tudunk használni és kezelni, azokat mind megtettük, vokáloztunk, ez az amaz, és akkor amiben kevesek voltunk, ott kértünk egy kis segítséget. Nem maradt olyan sok dolog egyébként, mert hogy a Zoli egy nagyon-nagyon tehetséges úriember, és valóban nagyon húz a szívem ebbe az irányba egyébként. Nagyon-nagyon kedvelem például Facó dalait is, de hogy abszolút vannak még sok ilyen előadó van még, akit kedvelek. Ugye ez a decemberi hónapban debütált konkrétan ez a dalom. Ebből egyébként készítettünk többet is, amit még nem hallhattak a kedves hallgatók, de hogy el fog ennek jönni az ideje 2023-ban, és egyébként van egy tévécsatorna is, ahol ebben az évben valószínű látható és hallható is lesz egyaránt. Igen, mert láttam ám képeket rólatok, hogy fölkerültek ezek a forgatásról szóló ilyen behind the scenes, mi történik a kamera mögött, ott láttam, hogy pózoltál olyan előadókkal, akiket azért már ugye ebben a műfajban is, meg más műfajokban is idehaza elég sokan ismernek, úgyhogy korpa közé keveredtél, Ricsi? Hát reméljük, hogy így is marad, és hogy ezen dolgozom egyébként folyamatosan, hogy ezt építsük, ezt a Herzog Ricsi produkciót idézőjelben. Egyébként decemberben valóban egy nagyon-nagyon-nagyon-nagyon kiváló forgatáson kaptam lehetőséget egy kereskedelmi csatornán, ami egyébként élő adásban működött, és hát nagyon jól éreztem magam, és nagyon-nagyon jó visszhangjai voltak mind a csatorna felől, mind a nézők felől, és azt gondolom, hogy ennek lesz folytatása. Én ezt nagyon vártam, én ezt már régóta akartam, ez most jött össze, és hát boldog vagyok. Boldog vagyok, és mondhatom, azt gondolom, hogy büszke is. Elhiszem. Abszolút lehetsz. Egyébként azért mosolyogtam az édesapád részéről, amikor említetted, ugye, hogy milyen reakciói vannak, mert hát hogy gyakran részt vesz a te fellépéseiden. Tehát lehet találkozni a Herzog Ricsi édesapjával is, ott csápol az első sorban. Édesapám, hogyha tehetné, akkor amit korábban olvashattak rólam az újságban is, ilyen-olyan felületeken, tehát szerintem a 250 alkalomból, amit a 22-es évben lezenéltem, abból szerintem 249 rájött volna. De hogy ennyire nem jön el nyilvánvalóan, hanem mondjuk csak egy 100-ra. Ő nagyon kedvel velem eljönni. Ő mindig vezetek, én kevés alkoholt fogyasztok, alapvetően is egyébként, és mindig kocsival, mindig egyedül, nincs sofőr, nincs technikus, én vagyok egyebben minden, és apa nagyon élvezi, eljön velem, beül, beszélgetünk, táncol, szórakozik, kapcsolatokat épít, és egyébként abszolút ez teljesen ennyien is van, és egyébként nagyon örülök is neki, de amikor az a kérdés fogalmazódott bennem, meg nem sokkal korábban, hogy mi lenne, ha esetleg sofőrrel, vagy kis koncertkocsival, vagy most a turnébuszt azért nem mondom, mert ez egy kicsit erős lenne, a koncertkocsi az egy aranyos megfogalmazás. Hogy ki lenne a megfelelő, édesapámnak a barátnője egyből azt mondta, hogy apád. És én erre azt mondtam, hogy apád nem. Tehát azt gondolom, hogy ez így nagyon jó, hogy ott van velem, de ha mindig ott lenne, az sem lenne jó. Ez így teljesen jó. Van egy kis szünet, kell egy kis áramszünet, ugye van egy ilyen gyönyörű dal is, de hogy édesapám sokat jön, de jó, ez így maradjon így. Tehát általában ugye egyharmad részében ott van, és valóban nagyon szereti egyébként ezt a dolgot, és azt hozzá kell tennem, bezárva ezt a nyitott zárójelet, hogy azért én is nagyon örülök neki, amikor ott van. Családi biznisz, ezt kérem szépen, de most már lehet tudni, hogy honnan jön tényleg ez a buli szeretete, a zene szeretete. Na és innen folytatjuk, meghallgatjuk jó az egyik dalt, amit megkaptunk tőled, ugye ez a Hazafelé. Igen. Ezt rögzítettétek nemrég. Herzog Ricsi tehát a stúdióban, és a beszélgetést hamarosan innen folytatjuk. Hét perccel vagyunk 8:30 után, a stúdióban továbbra is Herzog Ricsi, zenész barátunk, akivel rengetegszer lehetett találkozni a 2022-es szezonban is. Fesztiválokról fesztiválokra jársz, de az a legjobb egyébként a te produkciódban, ugye a harmonikáddal együtt te járod ezeket a bulikat, hogy te kis bulikban is tökéletesen megállod a helyedet, hiszen rengeteg ilyen pincenyitó buli, házi buli, születésnapi buli, illetve óriási fesztiválok is. Tehát gyakorlatilag annyira univerzális ez a műfaj, annak ellenére, hogy a műfaj sajátosságai miatt egy kicsit be is szűkül, hogy te azért ezt elég rendesen kimaxolod, úgyhogy gratulálok ehhez az előadásmódhoz. Nagyon-nagyon szépen köszönöm. Igen, valóban így van. Az egészen pici buliktól, tehát 4-5-8 főktől játszom egészen, tehát most idén volt rá például Ausztriában játszottam 2000 ember előtt, uh-huh. Ez egy nagyon-nagyon-nagyon jó történet volt, pont ugyanúgy,
mint az ötvös történet. Ez egy decemberi nap volt, ezt soha nem fogom elfejteni, ez egy örök élmény. Felhívtak telefonon 22-én, hogy vállalok-e 25-én zenélést. És én mondtam, hogy hát azért mégiscsak karácsony, meg így, de mindenképpen. Születésnap van, mindenképpen. Beszéltem otthon a családdal, stb. Jó, menjél el, egy-két órát kapsz kimenőt, visszajössz, eszünk, iszunk tovább, stb. Jó, elmentem. Természetesen édesapám is velem tartott. És egy nappaliban zenéltem. 6 főnek. És ezt komolyan mondom, hogy olyan varázsa volt. Ott a karácsonyfa mellett álltam egyébként egy ilyen óriási nagy nappaliban. Annyira jó, gyönyörű szép volt. Óriási varázsa volt. Jól éreztem magam, jól érezték magukat. És az elején még abszolút magamból is kételkedtem, amikor erre igen mondtam, hogy vajon miért mondtam erre igent, és fú, hát az biztos, hogy fogok még ilyet csinálni, mert hogy nagyon-nagyon-nagyon jó feelingje volt, és itt szeretnék egy nagyon fontos dolgot elmondani, hogy Balázs Fecóval, amikor volt szerencsém zenélni egy kisbéri koncert alkalmával, akkor azt mondta, volt egy olyan gondolat, amit az életben nem fog elfelejteni, hogy pontosan olyan szeretettel játszál 2 főnek, mint 20 000-nek. Igen. Ezt többen hangoztatják, és általában azoktól a nagyoktól hallod, akik már régóta benne vannak a szakmában, mert ők pontosan tudják, hogy honnan kezdték, honnan jöttek egyébként. Varázslatos hangulat tud uralkodni egy klubkoncertben is, hogyha már nagy zenekarokat, mai zenekarokat emlegetünk. Én például a Kovalszkijéktől hallottam mindezt, ők imádnak például a kis klubokban megmutatkozni, mert más. Ott vagytok, egy légtérben vagytok. Te személyesen tudod átadni valakinek a zenevarázsát, mint hogyha fölállsz egy ilyen nagy színpadra. Mondjuk az se rossz, de például a Tatabányán is megfordultál, ugye többek között a Május 1 parkban, ezeken a nagy rendezvényeken is, és tök érdekes, mert hogy tényleg egy szál hangszerről beszélünk. De hogy mégis mennyit mindent ki lehet hozni, azért ez egy varázslatos hangszer a tiéd, a harmonika, és nem is egyszerű. Abszolút. Hozzátartozik a történethez, hogy egy teljesen más harmonikám van, mint amit az emberek átlagban elképzelnek. Itt most nem szeretnék titkokat, meg részleteket elárulni, mert ez is a saját gondolatom szerint összerakott hangszer. Az a különlegesség a hangszeremnek, hogy egy teljesen elektromos harmonikám van, amiben vannak beépített olyan varázslatok, amit minden ugyan élőben játszom egyébként, tehát hogy mindig, minden egyes alkalommal, mindig minden teljes élő, viszont mégis egy más hangzás kap a közönség kifelé, mint hogyha egy teljesen normális, akusztikus harmonikával zenélnék, és ez tud egy picit olyan koncertfeelinget, egy olyan zenekari feelinget varázsolni, ami talán picit egy más, mint egy többi. Nyilván mondjuk kellek ez én is, vagy egy ének, vagy egy játék, vagy egy virtuózitás, vagy egy műsor, vagy egy ember szeretet, egy ez az amaz, de hogy alapvetően a hangszerem is más. Nem is, abszolút, az az érdekesség a történetnek egyébként, hogy nem is akartam megvásárolni ezt a hangszert akkor, amikor volt erre lehetőség megvásárolni. Az a lényeg, hogy ez egy limitált példányszámban lejártott hangszer, és amikor erre volt lehetőségem megvásárolni, az utolsó 5 forintosomat be kellett bedobni, mert hogy ez jó pár évvel ezelőtt volt, és hogy nem akartam megvásárolni. Tehát 2 kikötésem volt, még mondtam, hogy még egyszer nagy harmonikát nem veszek, csak nagyot vettem, és feketét se veszek, és csak feketét, és csak feketét sikerült vásárolnom. Ah, yeah. És megvásároltam, és mondtam az édesapámnak otthon, 2-3 hónapon keresztül mondtam, hogy vigyük vissza a hangszert, mert nem kell. És mondta, hogy nem viszed vissza, megszereted, meg fogod szeretni, stb. És igaza lett, meg kellett vásárolni ezt a hangszert, egyébként ezt egy tanácsból vásároltam meg, egy másik ember tanácsából. És utólag ez egy nagyon jó döntés volt. Ugye, a türelem, azért meghozza a gyümölcsét. 25-én se akartál elmenni, látod mekkora buli lett belőle, aztán a hangszered is végül bevált, azóta viszed magaddal mindenhova. Egyébként érdemes ezeket a trükköket így használni, mert hogy a technológia azért ad lehetőségeket, és tényleg egy szál magad, egy szál hangszerrel óriási koncert hangulatot tudsz varázsolni. Nagyon érdekes például az, hogyha valaki megszokta akár a Reptér című slágert, utána pedig hallja a Herzog Ricsitől. Éled, imádod. Tehát azt látni a színpadon, hogy minden egyes alkalom, amikor előadod ezeket a zenéket, akkor egyszerűen a harmonikáddal együtt valami elképesztő pörgést láthatott a közönség. Vannak bizonyos szokásaim, amit egyébként a környezetemben lévők nem is túlságosan kedvelnek. Mint például zenélések előtt 1/4 órával, 1/2 órával nem szeretek már senkivel beszélgetni, most nyilván adott esetben veled, vagy bárki mással, aki oda, hogy
hogy így olyanokkal, akikvel nem muszáj, azon nem szeretek. Nagyon-nagyon ember szerető ember vagyok, fényképezkedés, ez az amas, a többi, tehát hogy ez abszolút egy működő dolog, de hogy általában ilyenkor már a zenélésemre szeretek koncentrálni. Mi lesz az első dal, mi lesz az utolsó dal, soha nem megyek fix műsorral, mindig a színpadon nézem, hogy az, hogy mi kell a közönségnek, tehát nincsen fixen összeállított, nincsen zenei alap, mindig teljesen élő a történet. És van egy olyan, hát én nem is tudom ezt minek mondanám egyébként, de hogy tehát minden egyes zenélésnek úgy megyek neki, hogy vagy 101%-on, vagy sehogy. Hosszú a repertoár egyébként ebből adódóan? Egyébként a repertoár az hosszú ebből adódóan, sőt azt mondanám, hogy széles skálán mozog. Tehát stílusban is, és egyéb más téren is széles skálán mozog, de hogy amikor adott esetben már egy felkérés jön, és mondjuk aznapra a túl sokadik, mondjuk amikor egy szombaton 5-6-ot csinálok, és mondjuk jön egy 7-8, és tudom az, hogy már egyébként még meg lehetne csinálni, de már a mentalitás nem olyan, már a kezem nem olyan, már nem úgy mozog az ujjam, már nem már fejbe, stb., már a hangom nem bírja, meg stb., akkor már azt szoktam mondani, nem, nagyon szívesen eljövök, de inkább egy másik alkalommal, mert hogy számomra nagyon fontos, hogy a Herzog Ricsit, amikor meghívják, akkor azt tudják, hogy az biztos, hogy abból ki van facsarvóból a történetből 101%-ig minden. Csak úgy lehet, csak úgy érdemes, és akkor te is elégedett, hogy az egész produkcióval. Na, akkor ugye a széles skála, akkor kicsit mozogjunk mi is, az előbb ugye a Hazafelé című dalt hallgattuk meg, de van egy másik olyan óriási nagy sláger, amit te feldolgoztál, ez pedig a Nikasszi Perri Menó. Ahhoz egy videoklip is készült, nem? Így van. Ugyanúgy, hogy a Hazafelé ez is egyébként, aha, tehát a Hazafelé is decemberben megjelent a legnagyobb videó megosztó portálon. A Nikasszi Perri Menóhoz is forgattunk. Nagyon sokáig a kedvenc dalom volt a Nikasszi Perri Menó, egyébként nem a Delhusza miatt, és nem maga a dal miatt, hanem pontosan azért, mert úgy elő tudtam adni, ahogy saját magamnak is annyira tetszett, hogy már nagyon szeretettel játszottam, mert találtam benne mindig érdekességeket, mindig újdonságokat, és boldog voltam ettől a daltól. Egyébként nem szabadna ebbe teljesen múlt időben beszélni, mulandóak a dolgok. Tehát, hogy nagyon szeretem még mindig ezt a dalt, nagyon kedvelem, de most már nem ez a kedvenc dalom. Tehát változnak az idők vele, változok én is, de hogy igen. És egyébként azt is hozzá kell tennem, hogy azért a közönség nagyon szereti a mai napig ezt a dalt. Hogyne. Teszteljük is le, jó? Hogy a mi közönségünk, a hallgatóságunk mennyire szereti ezt a dalt. Meghallgatjuk, és akkor innen folytatjuk mindjárt. Ma reggel a vendégem tehát Herzog Ricsi. Látom ám, hogy a Facebookra is kikerült a te oldaladra, hogy jössz ide be a stúdióba, itt vagy, Herzog Ricsi személyesen itt benne a stúdióban. Olyan jók ezek a zenék. Egyébként meg tudom érteni, hogyha ez bárhol, bármilyen közegben megjelenik, akkor az ember azonnal fölpattan és neki áll táncolni. Ez szokott kialakulni, nem, hogyha elmész mondjuk egy rendezvényre, egy fesztiválra. Igen. Tehát a dalaim tudatosan úgy vannak összeválogatva egyébként, hogy ez mindenképpen közönség központú legyen, mert a közönségért vagyunk, őértük dolgozunk, és sajnos sok olyan zenész kollega van, aki magának zenél. Én ezzel abszolút nem értek egyet ezzel a dologgal, otthon lehet, meg egyéb más helyeken, de hogy abszolút, és igen, ugye nyilván több részre bontódik a műsorom, tehát vannak lassutánzenék, vannak bulizenék, vannak szórakoztatók, ez az amaz, mulató, stb. Egy-két olyan dal, és úgy is építem fel általában a műsort, hogy ez jó legyen. De hogy igen, tehát konkrétan a műsorok, tehát például a Nikasszi Perri Menó már, hogyha úgy lett volna, már nagyon rég kikerülhetett volna a műsoromban, mondjuk egy olyan indokkal, hogy már 10 éve játszom, és minek még 11. év után is játszani. Hát kérik, szeretik, nem? De kérik, imádják, szeretik. Figyelj csak, ez a kívánság műsor nálad is működik. Tehát, hogy amikor elmész egy olyan rendezvényre, akár egy esküvőbe, vagy egy születésnapi buliba, akkor gyere Ricském, játsz már le a kedvenc dalomat, és ha tudod, akkor nyilván lefogod. Igen. Abszolút működik, viszont nagyon örülök neki, hogy amin elkezdtem dolgozni egy 3-4 évvel ezelőtt, hogy a megrendelő úgy rendelje meg a Herzog Ricsit, hogy azt tudja, hogy mit hoz magával. Mm-hmm. És hogy azt veszi meg, ugyanúgy, mint Korda Gyuri bácsiak esetében, vagy bármilyen más előadó esetében beszélhetünk erről, és ez kezd most már 70%-ban úgy érzem egyébként megvalósulni, tehát nincsenek nagyon kérés számok, már van egy-két hely, ahol visszajáró vendég vagyok, és biztosan tudom, hogy lesz kérés szám, amivel egyébként semmi baj nincsen, és nagyon szívesen meg is valósítom.
de hogy általában most már tényleg úgy hívnak el, hogy tudják, hogy a Ricsi hozza magával azt, amit, és az kell nekünk. És amikor elkezdek, hogy ha megszoktam kérdezni, hogy valami külön kérés, csináld a műsorodat, ezért hívtunk. Uh-huh. És ez ennek jó. Nagyon örülök. Ez jó, mert elfogadják, tudják, ismernek, azért hívnak meg. De tényleg annak örülök a legjobban, hogy egy ilyen nagyszerű hangszerből azzal együtt te gyakorlatilag bárhol meg tudsz jelenni. Tehát, hogy nincs igazából ahhoz kötve, hogy csak fesztiválra hívnak téged. Nincs ahhoz kötve, hogy te mondjuk csak lakodalmakban jelensz meg, hanem bármilyen rendezvényen, bármilyen programon, akkor te óriási nagy hangulatot tudsz varázsolni. Most itt ma reggel például nálunk beszélgetéssel meg zenékkel. Egy picit szusszanunk ebben az órában, és a következő órában folytatjuk még a beszélgetést, mert azért van bőven kérdésem ám hozzá. Még egy kicsit nézzünk meg a dolog elejére, a történet elejére, jó, hogy akkor honnan indult, és akkor mik a célok ebben az évben 2023-ban, mert biztos vagyok benne, hogy van bőven. Ma reggel tehát Herzog Ricsivel, zenésszel beszélgettünk. Keressetek rá nyugodtan az oldalára, mert rengeteg infó van. Láthattok ti is képeket a forgatásokról. A videóklippeket is meg lehet nézni, mert ugye most már olyanok is vannak. Na, mindjárt innen folytatjuk. Herzog Ricsi tehát. Itt a stúdióban továbbra is, és hát az előző órában beszélgettünk arról, hogy hányféle rendezvényen megfordultál már 2022-ben is. Azért figyelj, be tudatos építkezés volt, nem? Tehát amíg te 12 éves korodtól kezdve folyamatosan építgetted a zenei lehetőségeidet, karrieredet, abban azért egy hosszú idő, sok energia, és itt tudatos építkezés volt benne, míg eljutottál ahhoz a Herzog Ricsihez, akivel ma itt ülök benne a stúdióban. Nagyon sokáig úgy jártam zenélni, hogy ha hívtak, akkor örültem, és nem hirdettem, nem reklámoztam magam, nem csináltam semmit ezzel a történettel, mert hogy amikor én 12-13 éves voltam, és elkezdtem zenélni zenekarba, egy olyan akkor jól menő, és itt a környékben híres zenekarnak a tagja lehettem, aki éves szinten 40-50 bulit játszott, ez zenekari szinten egy viszonylag magas számnak számít. Igen. Ekkor még nem zenéltem egyedül, viszont iskolába jártam. És ez a darabszám, ez így a suli mellett, ez bőven elég volt. Hogyne. Nagyon élveztem, nagyon jó időszak volt. Én közben jártam harmonika tanárhoz, de nem ivók tanárnő volt egyébként a komoly zenei tanárom. Itt laknak Tatabányán ők is, és fejleszgettem az egyedüli részt, ugyancsak édesapámnak nagy szerepe volt ebbe egyébként. Ő nagyon kemény és erőskezően irányított ezen a pályán, és aztán elkezdtem egyedül is zenélni különböző rendezvényeken egyébként, például Gottwald Hotel Tata, például Picanto étterem Tata, emlékszem még az első szárnyas csatákra, csülök csatákra, és egyéb más rendezvényekre, ahol igenis a Herzog Ricsi, és egyébként amit sokan nem tudnak, szintetizátorra zenélt, ugyanis én nagyon-nagyon sokáig úgy zenéltem, hogy harmonikán tanultam, de szintetizátorozni korábban tanultam, mint harmonikázni, és sokáig a szintetizátort vittem el magammal, tartalékban ott volt a harmonikám, és minden egyes alkalommal 15-20 percet elővettem a hangszert, és megmutattam, hogy a Ricsi tud harmonikázni is, meg hogyha csak valamennyire is, de hogy azért csak tud. Van erre egy ilyen szép magyar szó, hogy multi-instrumentalista. Hát nem gyönyörű, nem jó a cseng ez az egész. Tehát több hangszeren játszod, egyébként a harmonikának is vannak billentyűi nyilván, tehát hogy a billentyűk az alapvetően volt között, ugye ezt szintetizátorral kezdted, aztán utána onnan már mondhatni, hogy nem volt nehéz lépés, de hogy azért a harmonika nem egy szimpla billentyűs hangszer. Tehát ez egy nagyon összetett hangszer. Mire kell ott figyelni? Azért annak van technikája. Igen, itt azért van egy bal kéz, van egy jobb kéz, van egy légtechnika, van egy dinamika, amit, hogyha meg kicsit ügyesebb vagy és okosabb, akkor használsz úgy, hogy az az előnyödre váljon. Valóban. Szokták mondani, hogy a jobb kéz, az emberi jobb kéz, az olyan, mint hogyha harmonikázol, akkor az olyan, mint hogyha zongoráznál. Nem. Nem, tehát azért az csak fektetve van. Én pontosan tudom abból, hogy én billentyűztem előtte, és amikor elkezdtem harmonikázni, nem. És azt is elárulom, hogy újra kellett tanulnom mindent a harmonika tanáromnál, akkor ugyanis, amit zongorán vagy szintetizátoron alkalmaztunk, az minden rossz volt hozzá. Tehát alapvetően az a hangszerhez megfelelő volt, de a harmonika az nem. És aztán egyébként ugye akkor jön a betanulás. Először a bal kezet tanuljuk, hogy a kis gombokat, így mondom a hallgatóknak, kis gombokat nyomogatjuk először,
az a nehezebb része, azt tanult meg, aztán utána jobb kezet, és ez egy óriási türelemjáték, hogy mire ez összeáll, ez az egész történet, és aztán végén vagy igen, vagy nem, egy kerek egész történet lesz belőle. Igen, nem egy egyszerű dolog. Ez egyébként nálam tudod, hogy mutatkozott meg, én nem hangszerrel tapasztaltam mindezt, hanem amikor megtanultam vezetni, én jól megtanultam vezetni, én úgy gondoltam, hogy nekem ebből problémám nem lesz, és beültettek egy régi Trabantba, egy kormányváltós Trabantba, és ott hiába mondták, hogy Zolikám, tök ugyanazok a sebességek, csak el van fordítva, hogy a 90 fokot. Na nekem az tökéletesen elég volt ahhoz, hogy full ne tudjak váltani, úgyhogy azt is újra kéne tanulni, ugye, hogy nálad ugye mondod itt a hangszernek az esetében. Na most látom, hogy tényleg építkezel, jól építkezel, mert azért nagyon jó helyekre el tudsz jutni, és most már mondhatod nyugodt szívvel, hogy az irány jó, felfigyeltek rád, nagyon jó emberekkel vannak együttműködéseid, televíziós felvételeken voltál, megfordultál, ugye nyilván ezeknek a nyomait majd látni fogjuk, de hogy azért gondolom, hogy ennek tudatában te még inkább szeretnél tudatosabban előrelépni. A 2023-as tervek között egyébként mi minden szerepel? Herzog Ricsi, mint zenei produkció továbbfejlesztése. Ennek az egyik állomása, hogy ebben az évben szeretném megépíteni az első zenei próbatermemet saját magamnak, abban az ingatlanban, ahol lakunk. Ugyanis úgy érzem, hogy most már elkerülhetetlen ez a dolog, és nagyon szeretném produkció szintre emelni. Sokan azt mondják, hogy ez már most egy produkció, stb. Én azért szeretek visszafogottabban fogalmazni, tehát valóban egy igazi produkció szintre szeretném ezt felemelni. Szeretnék új hangszereket belevarázsolni ebben a produkcióban. Olyan dalokkal díszíteni és gazdagítani, amik eddig még nem voltak hallhatóak. Ezek a rövid vagy hosszú távú tervek, ezek inkább egyébként hosszabbak, mert számomra a rövid távú az holnap van, de hogy mert elég maximalista fiú vagyok, de hogy ezt egy pár hónapon belül szeretném megvalósítani egyébként, és alkalmazni is egy pár helyen, és aztán majd meglátjuk, hogy mi fog kisülni belőle. Nyilván lehetne így is, ahogy most, mert hogy ez nem egy, tehát hogy sokat járok, jó helyekre, ahogy említetted, hála Istennek most már, és nyilván lehetne ezt így tovább csinálni, de én úgy érzem, hogy ebben még van, ebben még több van, és ezt úgy érzem, hogy most érdemes csinálni, mert most még van bennem, és akarom, és fejlődni vagyok még képes, és hajlandó is vagyok, és szorgalom is lenne hozzá, és sorolhatnám. Itt ebből mondjuk akkor így kitűnik, hogy milyen jellegű srác vagy te. Engem a jellemednek az a része érdekel, hogy neked például voltak-e problémáid így ez alatt, ahol sok-sok év alatt, ami alatt így felfejlődtél, a Herzog Ricsi produkcióvá és még jobb produkcióvá akarsz fejlődni. De mennyire érdekelt például az, hogy a külső vélemények hatottak-e rád, negatív vélemény, hasonlítgatások? Ó, hát van már nekünk egy harmonikásunk, biztos, hogy kaptál hasonlókat, nem tudom, hogy téged ez mennyire befolyásolt, vagy mennyire vagy érzékeny ebből a szempontból. Na hát, vannak emberi oldalak, amik nehezek vagy könnyűek, na ilyen szempontból én nehéz vagyok. Én mindenkit meghallgatok, de általában zenei szempontból, ha csak nem olyan mély zenei berkekből jön, hogy érdemes legyen meghallgatni a tanácsát és a véleményét, mint például egyébként a korábban említett Godó Zoli barátom. Tudom, hogy harmadjára mondanom el a nevét, de... De érdemes elmondani, mert zseniális a művel. Azt azért el kell mondanom, hogy nagyon sokaknak fogomuk nincs, hogy milyen emberek készítik nála a lemezüket abban a Tarjáni pici stúdióban, és hogy milyen munkát csinál. Tehát azért azt most nem például, tehát nem az én Nikászé Périmenomnál fog ez kijönni. Nyilván ott is hallható, hogyha nagyon zenei fülekkel hallgatjuk, de azért tudnék még előadókat mondani, de visszatérve, mindig mindenkit szeretettel, tiszteletteljesen meghallgatok, de 90%-ban tudom azt, hogy mit akarok én csinálni, tudom azt, hogy az mit tud, és azután megyek. Tehát a saját fejem után megyek általában ebben a zenei dologba, mert pontosan tisztában vagyok vele, hogy az a hangszer mit tud, én mit tudok, ez legyen akár negatív, akár pozitív, nagyon-nagyon sok zsörtölődés éjszakán van saját magammal zenélések után, például amikor nem vagyok elégedett magammal, de egyébként kint a közönség tökéletesen meg van elégedve, és például dalokba, tehát még utólag is dalokba, hogy ott hibáztam, itt hibáztam, ezek ilyen egy másfél hibák, és morcos vagyok miatta, mert tudom, hogy annak nem szabad ott lenni, én tudom, hogy én azt tudom máshogy is, és hogy miért történt meg, és ilyenkor mindig elgondolkozok, hogy lehet, hogy picit sok volt, lehet, hogy nem tudom, 20 órája fenn vagyok, vagy olyan.
Na de a kérdésre válaszolva, mindenkit szívesen meghallgatok. Csak a megfelelő zsámot teszed el. Igen, csak a megfelelő zsámot teszem rá, és egyébként pont ettől egyedi a Herzog Ricsi előadás és az egész produkció, mert hogyha mindig meghallgatnám azt, amit mások mondanának, akkor pontosan úgy zenélnék, mint a 1017. másik. Úgy meg nem akarsz. Úgy meg nem szeretnék. Figyelj csak, Ricsi, az a helyzet, hogy egy jó produkció felépítésében, és ezt te nagyon jól tudod, mert nyilván ennek irányába haladsz masszívan, nem feltétlenül elég csak az, hogy te mondjuk egy hangszeren tökéletesen tudjál játszani, mert elsajátítottad a hangszerrel, már nagyon jó barátok vagytok, ezt látjuk, halljuk. De egy produkció felépítéséhez ugye az kell, hogy akkor annak a marketingje meg legyen. Olyan tartalmakat gyárts a különböző közösségi oldalakra, amelyekben elég aktív vagy, mert látom, hogy ezért rengeteg infót megosztasz. De hogy akkor még megfelelően kell kommunikálni, hát látod, itt velem beszélgetsz interjú formájában, tehát ezeket mind-mind építeni kellett, ez mekkora kihívás volt neked? Abszolút, én ez adom magam, tehát ez vagyok én, ez a Herzog Ricsi, a mindig mosolygós, a beszélgetős, feleslegesen soha nem szeretek beszélgetni, de a mindig beszélgetős, a mindig kommunikatív, ez vagyok én. Tehát ez valóban én vagyok. Egyébként a közösségi média része, hogyha nem lenne muszáj, az nem én lennék. Azt szeretném hozzátenni, az nem én vagyok. Én egyébként egy falusi fiú vagyok, egy felfalusi fiú. Az valahogy úgy nem hozzám tartozik. Itt szeretném hozzátenni egyébként, hogy az egyik, egy-két oldalamat egy tatabányai hölgy kezeli, aki egyébként nagyon, azt gondolom, hogy nagyon jó irányba vitt el az egyik oldalamat, és nagyon nagy tehetséggel bír ebben, de ez egyetlen egy ilyen oldal, az összes többi ilyen vagyok, a zene, az ének, a papír, a technika, az építés, a sofőrködés, a vezetés, minden én vagyok. Egyelőre ezt szeretném is megtartani, nyilván vannak tervem a jövőt illetően ez ügyben is. 2022-t lezártuk, én úgy hallom, hogy elég jól, és elégedett vagy, mert hogy arról szóltál nekem itt az előbb, hogy akkor mennyi rendezvényen megfordultál, és hogy jól sikerült azért a 2022 év. Mit kívánjak neked 2023-ra? Mikor leszel majd elégedett? Hogyan leszel te elégedett, ha mondjuk decemberben esetleg összefutunk, és arról beszélgetünk majd az év végén, hogy Ricsi, milyen volt az éved? Ez egy jó kérdés. Először is nagyon szeretném, hogy decemberben újra itt üljünk és beszélgessünk. Legyen miről beszélgetni. Értem a célzást. Legyen miről beszélgetni. A telefonszámom megvan Zolitól. De hogy mitől lennék elégedett? Nagy vonalakban. Balaton környéki zenéléseimet szeretném bővíteni. És annak ellenére, hogy mondtam, hogy Csehország, Németország, Ausztria, nagyon szívesen járok ki, de magyaroknak szeretnék zenélni, belföldön szeretnék zenélni, itthon szeretnék zenélni, hogy értsék, egy nyelvet beszéljünk. Szép dolog, hogy beszélek németül, meg játszok osztrák számokat, meg ezt, azt, amaz, meg stb., meg eléneklem. Nagyon szeretem őket is, de itthon szeretnék. És hogy ettől lennék nagyon elégedett, hogyha esetleg még többet zenélnék mondjuk, de hogy ha nem több, az sem baj, de hogyha ha mondjuk még többet, és ezt a produkciót, amit korábban elé felvázoltam, ezt decemberre teljesen véglegesíteni tudnám, de ha csak 80%-ra, akkor is boldog lennék, és szeretnék, nagyon-nagyon szeretnék kiváló nyári videoklipeket forgatni. Eddig azért nem történt ez meg egyébként, mert kettő vázlat is készült. Mert hogy egész nyáron zenéltem és dolgoztam. És hogy nem volt rá idő, de nagyon szeretnék ide nyárni, forgatni napsütéses videoklippeket, nagyon-nagyon sok elkészült új dalom van, amit szeretnék megmutatni a közönségnek. Szeretnék új dalokat készíteni stúdióban. Nagyjából ennyi, nagyon rajta vagyok egyébként. Tehát nagyon-nagyon rajta vagyok. Most ez pont az az időszakom, hogy nagyon rajta vagyok. Az életemben több minden megváltozott az utóbbi időben, azért, mert így akartam, és így szerettem volna, hosszú idő után, hosszú beskatujázott dolgokat változtattam meg most januárban. Annak érdekében, hogy ez a cél, ami számomra most mindennél fontosabb, ez megtörténjen. Ez egy nagyon szép összefoglaló záró gondolat volt, és tökéletesen egyet tudok vele érteni, hogy nyiss egy picit,
nyis olyan kapukat, ami eddig csukva volt, és akkor onnantól kezdve egy csomó-csomó jó dolog befelé fog áramlani, úgyhogy ezt kívánom, hogy áramoljon szép lendületesen egymás után. Akkor beszélgessünk, jó? Még évközben is, ne várjuk meg azért a decembert. Nagyon örülök, hogy ezt most össze tudtuk hozni, és akkor tényleg kívánom, hogy akkor rengeteg ilyen jó klassz élmény gyűjjön neked össze ez évben is. Nagyon szépen köszönöm, és várom a kedves hallgatókat a legtöbb rendezvényre, hogy a Zoli is említette, különböző közösségi platformokon mindig meglátják, és megtalálják azt, hogy mikor és merre találkozhatunk. Ha egy jót szeretnétek bulizni, akkor irány egy jó Herzog Ricsi koncert. Herzog Ricsivel beszélgettünk tehát, és ezt a beszélgetést megtalálhatjátok majd a mi platformjainkon is, mert hogy nekünk is van egy jó pár, a Facebookon biztos, hogy láthatjátok. Lát, azért mondom ezt, mert videó felvétel is készült a beszélgetésünkről, úgyhogy a kis videót föl fogjuk pattintani mi is a Facebook oldalra. Forrás Rádió. Mindig veled!